Nyíregyháza 5 frekventált pontján helyeztek el új elektromos autótöltőket. A Bújtos, a Körte és a Tavasz utcán úgynevezett AC gyorstöltőket, a Dob utcán és a Szabadság téren pedig DC villámtöltő oszlopoknak biztosítottak helyet. Az Európai Unióban 44 kW-os úgynevezett váltóáramú AC töltőtípusnál beszélünk gyorstöltésről. Ez azt jelenti, hogy az autóba beépített áramátalakító inverter határozza meg azt, hogy milyen sebességgel képes az autó fölvételezni a villamosenergiát. Az úgynevezett egyenáramú villámtöltő, ami 44 kW teljesítményszint fölötti egyenáramú töltő, meg a névleges teljesítményét adja le az autónak, ugyanis az elektromos autók akkumulátora az egyenáramú alapon működik, a földben, a falban található elektromos áram váltóáramú, és a kettőt szinkronba kell hozni, egyenárammá kell átalakítani. Ezek a töltők rendelkeznek a beépített áramátalakítóval. Az elektromos autók egyre népszerűbbek, a szakértők szerint 5 éven belül a nagyvárosok meghatározó közlekedési eszközévé válhatnak. Jelenleg a Magyarországon forgalomban lévő több, mint 4000 tisztán elektromos autó 60%-a fővárosi agglomerációban található. A megyei jogú városok között Nyíregyháza köszönhetően annak, hogy az elmúlt években tényleg nagyon komoly ipari bővítés, nagyon sok új nemzetközi cég telepedett le a környéken, nagyon szép arányokkal rendelkezik. Azt el kell mondani, hogy a hagyományos nagy autóipari beszállítói központok, Székesfehérvár, Kecskemét vagy Győrre gondoljunk, még előrébb járnak ebbe. Győr az első, hogyha ezt így ki lehet jelenteni az elektromos autózásban, de a klasszikus kelet-magyarországi megyeszékhelyek között Nyíregyháza áll az élen. A megyeszékhely adóosztályának 2018. december 31-i adatai szerint jelenleg 56 darab zöld rendszámmal ellátott autó van nyilvántartva Nyíregyházán, ebből 14 darab tisztán elektromos meghajtású. Ez azért is fontos, mert így tisztább, egészségesebb maradhat a város levegője. Tavaly üzembe jöttünk 41 CNG gázüzemű, sokkal tisztább, kevésbé környezetszennyező buszt, és ennek a folytatása, ezeknek a töltőállomásoknak a létesítése, ami ugye azt segíti, hogy elektromos autókat vegyünk, ezt a város önkormányzata többféleképp is segíti, hiszen nem kell parkolási díjat fizetni, nem kell gépjárműadót fizetni elektromos autók után, és igaz, hogy ezekre a töltőállomásokért kvázi be kellett áldoznunk parkolóhelyeket, hiszen ez a töltőállomás két parkolóhelyet vesz, de ezt örömmel tesszük, mert én azt gondolom, hogy ez a jövő, talán már a közeljövő. A hosszú távú célok között szerepel, hogy Magyarország teljes egészében átjárható legyen elektromos autóval. Ezért hamarosan Sóstó felé is új töltőállomásokat alakítanak ki, hiszen ez a városrész is egyre meghatározóbb turisztikai desztinációt jelent.